1950. május 9-én Robert Schuman előterjesztette Európa újjászervezésére vonatkozó javaslatát, amely az Európai Unió létrejöttének első lépése volt. Magyarország az unió soros elnökeként 7 határon túli településen szervezte meg az Európa napi ünnepséget. Magyar Kanizsa volt az egyik helyszín. Az időjárás ugyan nem kedvezett, a programoknak mégis volt közönsége és résztvevője is. Azért a kanizsaiak vagyunk, itt a helyünk. Sajnálom, hogy az időjárás picit belerontott, szerintem nagyon jó. A nap során elsősorban a magyar kanizsára és vajdaságra jellemző sokszínűséget igyekeztek bemutatni, hangsúlyozták a szervezők. Ez egy nagyon szép új ünnep, nem szoktunk ehhez még hozzá. Tudnunk kell azt, hogy Szerbia, ezzel vajdaság, a mi községünk is, magyar kanizsa is egyre közelebb van már Európához, az Európai Unióhoz, és van okunk valójában felvállalni ezt az ünnepet. Az Európa nap az integráció legfontosabb jelképei közé tartozik. Nem csak az Európai Unió tagországa, Magyarországát hozzuk közel Szerbiához, a leendő, remélem minél hamarabb leendő Európai Unió taghoz, hanem azon a magyar közösség tagokat, akik jelenleg még részükben, ha úgy tetszik, szerbiai állampolgárok, de egyre nagyobb részben viszont magyar, és ezáltal uniós állampolgárok is. A rendezvénynek Magyar Kanizsa mellett Sepsi Szentgyörgy, Eszék, Lendva, Alsó és Felsőőr, Párkány és Nagyszőlős adott otthont.